most éppen a Tour de Hungary fertődés tartján vagyunk, ugye ez egy nagyon érdekes történet. A bicikli Ringa Expo alkalmával kaptuk a hírt, hogy feltörő fog indulni az idei Tour de Hungary verseny, ami egy nagy megtiszteltetés a városnak. Hát erre készült már itt mindenki hónapok óta, úgyhogy ennek a startján vagyunk, és úgy tűnik, hogy az idő is és a résztvevők száma is kedvez arra, hogy egy nagyon jó startot láthassunk. Kik méretetik magukat meg egy ilyen versenyen? Hát nem a mi fajtánk, mármint hogy biciklisekre gondolok, hanem azok, akik igazából ezt a versenyt, ezt a sportot profiként űzik, vagy legalábbis szeretnék profiként űzni, és közelítenek ahhoz a szinthez. Tehát, ahogy a nevében is benn van, ez a Tour de France-nak a magyarországi megfelelője, és azért ez a nagyon profi szervezést igénylő, profi versenyzőket megmozgató versenyről van szó. Fertődről hova érkeznek a versenyzők? Milyen állomásai vannak ennek a versenynek? Alapvetően vasárnap fognak beérkezni majd ugye a budai várba, közben több mint 700 kilométert tesznek meg szerte az országban, lesznek kerékpáros szakaszok, vannak, ahol a csapatok autóval átmennek egyik helyről a másikra, tehát a mai nap Keszthelyre fognak leérkezni, és ezzel ott lesz vége a mai etapnak. Azt még azért a versenyről szeretném elmondani, hogy mi kimondottan azért is örültünk ennek, hogy ide szervezték ezt a nyitót, mert Fertőd városnak a marketingjébe, tehát hogy a kerékpáros turizmust fejlendítse, és egyre több ember érkezzen ide, ebbe nekünk nagyon jól beleillik ez a verseny, hiszen országos hírverést, reklámot kapunk, és megint csak a tévé, nem csak a helyi tévé, aminek köszönjük, hogy itt van, hanem az országos tévé is részt vesz, úgy tudom, élőadást is adnak innét, drónos felvételek vannak, tehát egy pár percig a tévében minden rólunk fog szólni, meg a kerékpározásról, és ez a célunk, hogy ezt népszerűsítsük, és ennek a központjait mi legyünk Fertődön. Popovics Gergely, Szagat Artur, Kis Gergely, Kriván András, Dolesál Patrik és Simon Péter alkotja az Epronex gárdáját. Tegnap ugye egy prológ volt, 1000 méter, nagy különbségek nem alakultak ki. Fáradjatok is föl, srácok, itt van az a bizonyos alkoholos filc, bár ne csodálkozzatok, ha nálam volt és már nem fog. Kipárologtattam az alkoholt. Simon Peti ír alá, hogy ő az élmezőnyben éppen a dobogóról lemaradva negyedik lett az országúti OB-n vasárnap. Itt van Kisgeri kezébe attól, ugye nem csak versenyez, hanem családi vállalkozás révén, tehát a gyönyörű mezeket is kreálja, gyártatja. Dolesál Patrik, Szagat Artur, és a sor végén Kriván Andris és a sor végén Popovics Gergely, aki tavaly tavasszal robbant be a hazai élmezőnybe. Ha jól emlékszem, a Belgrád Bánya Luka Belgrádon volt hirtelen a legjobb magyar, nagy-nagy örömünkre, és azóta is tartja a lépést a honi legjobbakkal. Sok sikert a mai és az egész heti szerepléshez. Filutás Viktor, sokszoros utánpótlás bajnok, pályán és országúton is otthon érzi magát, időfutamokon, hosszú szökésekben gyakran látni őt. Egy picit az OB most nem úgy sikerült, ahogy ő szerette volna, hiszen mindenki a győzelemmel elégedett csak. Azért reméljük, hogy most itt a javítás lehetősége. Van hosszú szakasz, ahol érvényesülhetnek a képességei, az eltalpalás, a szökés a mezőnytől. A szuperbeton ezzel azt hiszem meg is van. Aztán most már kezdenek szállingozni a srácok. A Forman Cinelli gárdájából is érkezett bringás, ők Csehországból jöttek. Egy szisztematikusan utánpótlás nevelést is szem előtt tartó gárda. Van egy erősebb soruk is, de azért ők sem piskolták, hiszen azért küzdenek, hogy abba az erősebb sorba fellépjenek majd. Antonin Lant 43-assal érkezett elsőként. Krisztián, szerintem nyugodtan nincs föl őket. Akkor a Mugenrace már itt előz. Magyar csapatról van szó, a Mugenrace Team Prolog gárdája. Ugye a Mugen egy motoralkatrészeket, ruházatot, egyebeket forgalmazó cég, amelyek a tulajdonosa, vezetője is nagy bringabarát, és ő maga is űzi a szakmát gazdagon. Rutkai Zoli, tavaly is emlékezhetnek rá, akik nézték a kört,
a karcagi szakaszon nagyon hosszú szökésben volt jelen. Molnár Pisti, a tavalyi magyar bajnok, Hartmann Jóci és a többiek, Zatureczki Márk, sokszoros ifjúsági és serdülő bajnok, pályán is Európa-bajnoki szereplés részese lehetett, mert tehát a velodromban is letette a névjegyét, és ugye nem utolsó sorban még rajtuk kívül Varga Péter és Bertalan Balázs a többi, akik így együtt adják a Mugen Race Team prologárdáját. Sok sikert, fiúk, a mai és az egész heti szerepléshez. Rakjátok meg! Rostislav Rokes 41-essel, Lukasz Papula 42-essel, Antonin Lant 43, Andrej Fierla 44-essel, Václav Prejda 45-össel és Eduard Rakovina 46-os rajtszámmal. Ők a Team Forman Cinelli csapata. Ha most otthon lennék, valószínűleg a helyi dotohó hangzana el. És a már hagyományosnak mondható megszokott mezben, kék-fehér-feketében Lovasi Krisztián, a Team Differdans légiósa, magyar bajnok is volt, ifjúsági világbajnok 5. volt, Európa bajnoki 5. is volt már. Tavaly a legjobb magyarként szerepelt a Tour de Hongrin. Reméljük, hogy idén ez a legjobb magyar cím már egy trikóval is párosul, majd jó lenne azt a sárgát megkaparintani. Ő már a talán második szezonját biztos, hogy tölti a Differdansnál. És akkor jöjjön az a bizonyos amatőr sor, ugye Németországból érkezett egy magát amatőrnek valló gárda, de nagyon szépen teljesítettek, tehát ők maximum a feltételrendszerben, a versenyzési lehetőségben tekintetők amatőrnek. Amúgy nagyon profin viselkedtek tegnap is, ők a Team Embrist The World Cycling gárdája, szín német versenyzőkkel, német csapattal. Lorenz Fiege, Julian Hellmann, Fabian Kuszewski, Benjamin Stauder, Andreas Leppert és Jonas Folmerg. Ők a Team Embrist World Cycling. Ha nincs is Szagányuk, de azért van Roglicsuk és egyéb versenyzőjük, úgyhogy amiben még nagyon megerősödtek a menedzserek, úgyhogy remek csapatokhoz kerülnek el a szlovén fiatalok, de azért marad otthon is versenyző bőven, és azt tanúsítja a Ljubljana Radenska gárdája, Robert Jenko, Rok Korosec, Bruno Maltár, Jure Miskulin, Izidor Penko és Zsiga Rugicaj. Nos, ők alkutják a Radenskát, és szeretném itt kiemelni a Radenskából Bruno Maltárt, aki a horvát U23-as időfutambajnok idén, valamint Rok Korosecet, aki a Bihor túra, Bihar körön a hegyi trikót hazavitte. Úgyhogy ajánlom figyelmébe a mieinknek is ezt a fiút, bár nagyon nem kell, hiszen a Gemenc kupán már győzedelmeskedett, úgyhogy ez is egy elég komoly színvonalú verseny volt, ha nem is UCI kategóriás, de nagy volt a menés. És az Alföld büszkesége jöhet, a Nagy Alföld büszkesége, a DKSI Content gárdája Debrecen, Kádár Csabival, tegnap ő volt a csapat legjobbja. Ugye a magyar fiatalok nagy része azért munka mellett vagy iskola mellett csinálja ezt, és ez azért behatárolja az eredményességet egy ponton. Csabi futárkodik Pesten, úgyhogy ez az 1000 méteres futam igazán illet hozzá, hogy munka alatt fölkészül ebből pontosan. Lehet, hogy néhány tizedet még lefaragott volna, viszi magával a táskát is, a futártáskát. És akkor mondanám többieket is. Fegyveres Mátét látják majd 92-essel, Kádár Csabit ugye említettem itt a szélén 93-assal, de a csapattagja Pályi Csabi tavaly nagyon nagy meglepetésre bejött az országúti OB-n a dobogóra. Tehát akkor még egyszer a Cycling Academy, Emmanuel Piaskovi, Daniel Turek, Dan Kraven, Chris Butler és Guy Gabay, valamint a már említett Mikkel Reim, Cycling Academy. És ha már egyszer a dobogón látott Lovasi Krisztián egykori alakulata, a Team Fixit.no norvég csapat gárdája, egy divatház, egy divatcég hozta életre néhány évvel ezelőtt, és a Europe Tourban tekertek, de ennek ellenére norvég körön, Tour de Fjordon és egyéb versenyeken lehetett őket látni, ami talán picikét izmos volt nekik, de ettől függetlenül szakaszokon értek el egyszámjegyű helyezéseket, és azért ez bizonyította erejüket. Adrián Jolberg, Asmund Lovik, Sindre Eld, Hermansen, Jan Willian Jensen,
Christopher Madsen és Andreas Jakobsen, tehát ők alkotják a Team Fixit.no gárdáját. Színpadra, akik bárhol a világon rajthoz állnak, hát hüppögnek a mezőny tagjai, hiszen nagyon-nagyon erős sor, ukrán illetőségű a Kolsz BDC gárdája. Soraikban ukrán bajnokkal, valamint a TCC Tour összetett győztesével, az ukrán időfutam bajnokkal, az ukrán körverseny győztesével, úgyhogy igencsak komoly erőt képviselnek ők, és valószínűleg viszik is majd a prímet már az első szakasz kezdődően. Aki azt a bizonyos ukrán bajnoki címet szerezte 61-essel, Alexander Polivoda. Itt is van, neki azért úgy látszik a sifonérból előkerült az a bizonyos mez, vagy előre megvarták. Alexandr Prevár, Andriy Kripta, Andriy Bratachuk, Vasil Malinevski és egy olasz légiós, Matteo Sperafico. A Kolsz Team BDC. Újabb magyar csapatot köszönhetünk majd néhány pillanat múlva a színpadon, és ők ugye a mezen jelölik is ezt. A bal ujjukon ugye a nemzeti színeket viselik, hordják, és akkor talán itt kérem majd a legnagyobb tapsot, hiszen a tegnapi nap hőse, akiért az a tegnapi nap született, itt van sárga trikóban, a sorban halad. Szalontai Sándor, Fejes Gábor, Duruc Miklós, Szeghalmi Bálint, ugye, amit én említettem, néhány éve még a Lampre színeiben versenyzett a legmagasabb osztályban, aztán kicsit leállt, és idén újra nekidurálta magát. Holló Botond, ő már aláírt egykoron utánpótlás szinten, tehát 23-ban nagyon szép eredményei voltak. Most már munka mellett tűzi ő is az országúti versenyzést, és van, aki ugye egyetemi tanulmányok mellett, Kurilla Bence, ő egyébként főiskolai VB-re készül majd, úgy megjött a kedve az időfutam bajnokság után, hogy akkor ezt prolongálja. Fejes Gabi mellette, sárga trikóban Szalontai Sanyi, Duruc Miki és Szeghalmi Bálint, ők a Dr. Bátorfi Agria KTK csapata. Sok sikert, fiúk! Tisztelettel köszöntünk mindenkit mi is az Eszterházi kastélyban, Fertőn Eszterházán. Igazából az én tisztem az, hogy bemutassam mindenkinek Herceg urat, aki esetleg még nem ismerné. Galántai Eszterházi Antal Herceg, az Eszterházi család feje. Volt olyan kedves, szíves, ellátogatott ide a turnónak az indító állomására, és miután ő folyamatosan felügyeli a kastély munkáját nagy szeretettel, és sokat segít nekünk, ezért nagyon hálásak vagyunk neki, hogy ebbe is részt vesz. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, vissza is adom a mikrofon, és majd Herceg úr annak rendes módja szerint, ahogy a bírók mondják, indítani fogja a rajtot. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljöttek az Eszterházi kastélyban. Egész röviden szeretnék mindenkit köszönteni itt a rajt előtt. Én már több Giro vagy Tour de France vagy Vuelta-t láttam indulni és érkezni, úgyhogy ideje, hogy Magyarországon is ezt a hagyományt most fenntartsuk, és remélem, hogy minden évben lesz, és azok is erre fognak jönni. Fertőd város milyen programokat szervezett a Tour de Hungary mellett? Hát, amit a felvételekből majd lehet látni, persze elmondani, nem mi vagyunk ennek a főszervezői, hiszen a kastély és maga a Tour de Hungary-nek a szervező csapata a főszervező, és aki összefogta az egészet, és mi ugyanannyit tettünk bele igazából, mint a többi település, tehát Szemiklós, Hegykő, Széplak, Saród,
fertőmok, vagy nehogy kiadjak valakit fertőendédet, hiszen mindenhonnét próbálták ide szervezni a gyerekeket, hogy legyenek részt a rajton, kapjanak egy kis sárga pólót, lássanak egy ilyet, és legyen nekik is egy élmény, meg az induláskor legyen egy szurkoló csapat. Úgy szerintem, hogy most körülnézek, azért sikerült, nagyon sokan eljöttek. A gyerekeknek ez idő alatt milyen programokat szerveznek? Talán itt a háttérben látszik az egyik program, nekik egy ilyen kis kresszpálya, tehát hogy megtanuljanak a biciklivel közlekedni, ügyességi versenyeken részt venni, egy kicsit gyakorolni a kerékpárot, a biztonságot a kerékpáron. Hát ugye lesz egy hatalmas nagy élőkép, amikor kirajzolják a gyerekek a fertőtáj feliratot és föntről veszik drónnal. Eleve nekik az is egy program, ide jöttek, hát rengeteg érdekesség van, mint például a rendőrmotorok, hát ez ugye ennyi rendőrmotor, fertőtő hál' Istenre nem lehet máskor látni, csak ezen a lapon, és hát meg az egész procedúra, hogy itt rengeteg versenyző, biciklista megjelenik, azért szerintem ez mindenki számára egy érdekes dolog, és hát feletteti ezt a nagy meleget velük egy kicsit ez a nyüzsgés, ami itt van, úgyhogy úgy látom nem unatkoznak. Fertőt városan mit tesz a kerékpáros turizmus népszerűsítésének érdekében? Hát először is idén második alkalommal részt vettünk a Bringa Expo-n és a utazás kiállításon, és ezt a régiót, ezt a környéket, a fertőtájat bringás szempontból próbáltuk megmutatni, vagy csúnya szóval eladni, de azon kívül, hogy próbáljuk ezt marketinget vinni, természetesen amire törekednünk kell, hogy a ideérkezők egyre profibb kiszolgálást kapjanak. Benne a központunkban, a kastélya szemben van egy információs faház, amit a Világörökség Egyesület, a kastély és a város közösen próbál működtetni, vagy működtet is. Ott például kerékpáros csomagmegőrző van, mert külföldön mindig azt tapasztaltam, hogy olyan jó lehetőségek vannak, hogy megérkezik valaki egy látványossághoz, és valahol leteheti a bicikliét, meg beteheti valahol a csomagját, hiszen egy kerékpáros turista, amikor több napig úton van, hatalmas bőröndökkel, nem hiszem, hogy a kastély múzeumban végighagyja cipelni ezt, viszont kint sem meri hagyni, tehát működtetünk ott egy ingyenes csomagmegőrzőt, ott van nekik kompresszor, csavarhúzó készletek, szerelőállvány, mert mindenféle igények vannak, tehát én például már vittem biciklit, vagy a gumiják kerekét kivéve valahol fújatni, mert egy ideig nem volt pumpánk, tehát mi is tanuljuk a folyamatot, hogy mi lenne szükségük, de sokszor azt veszük észre, hogy nem csak egy nagy dolgokkal kell készülni, hogy bicikliút építés, hanem az apró, a kényelmüket és a komfortérzetüket javító dolgokkal, táblázást, térképek, információs anyagok. Sok hiányosságunk van, ezt most nem fogom itt a tévében elmondani, de így is sokkal előrébb tartunk, mint más település a környéken vagy az országban, és amiket most tapasztalhatunk ezen a nyáron, azokat jövő évre kijavítva még profiban fogunk tudni megjelenni és kiszolgálni az ideérkező kerékpárosokat.